A nyíregyházi Bánki udvarán egy évvel ezelőtt adták át a két szabadtéri kosárlabda pályát, és már akkor tervezték a létesítmény további fejlesztését. Pénteken avatták fel a 450 férőhelyes lelátót, valamint a világítást, amely már esti meccsek rendezését is lehetővé teszi. A 36 millió forintos beruházás 70%-át TAU-s forrásból, 30%-át pedig önerőből biztosította a beruházó nyíregyházi kosárlabdát szerető közhasznú sportegyesülete. A Nyíse elnöke szerint mindenki számára nyitott a létesítmény. Idén a Nyíkse három általános iskolában is elkezdte a képzést, az utánpótlás nevelést, viszont ebben az iskolában a középiskolás és felnőtt csapataink, tehát az U16, U18-as és a felnőtt csapatunk játszik és edz. Az iskola növendékei ugyanúgy használhatják, birtokba vehetik, délutánonként már ezen játszottak és használják is, nyáron pedig folyamatosan jöttek ide a közelből a városlakók, és szintén használták ezt a, most már azt mondom, nagyon színvonalas akril bevonatú pályát, streetball pályát. A sportért felelős államtitkár elmondta, ahhoz, hogy minél többen sportoljanak, megfelelő számú és minőségű létesítményre van szükség. Nagyon fontos, hogy mindenki sportoljon, és ehhez megfelelő létesítmények, kiszolgáló egységek lehessenek, hiszen a 21. században ebben a rohanó világban, amikor a gyerekek hazamennek egy-egy iskolából, és tényleg nagyon nehéz őket kimozdítani a négy fal közül, nagyon fontos, hogy olyan közegbe éppen vágyjanak kimenni, ahol nagyon jól érzik magukat. Úgyhogy itt is látható, hogy egyből labdát fognak, és már is mennek a pályákra, hiszen hogyha van olyan létesítmény, ahol szívesen vannak, akkor biztos, hogy sportolni fognak, ezáltal egészségesebb életmódot fognak tudni maguknak biztosítani, illetve a családoknak is, hiszen hogyha a gyermek sportol, akkor biztos, hogy a szülők is jobban kedvet kapnak rá, és ezáltal az idősebb korosztályt is be tudjuk húzni, úgymond a mozgás szeretetébe. Nagyon fontos, hogy és hangsúlyoztam is a megnyitó alkalmával, hogy egyetlen egy eszköz van a kezünkben, hogy megtarthassuk az egészségünket, az pedig a sport, és hogyha mindenki sportol, akkor az utánpótlás nevelés is rendben lesz, és hogyha az utánpótlás nevelés erős, akkor azért sportunk is. A Nyíkse egy defibrillátort is átadott a Bánki számára, a fiatalok pedig egy 3x3-as tornával avatták fel a kibővített létesítményt.